Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Megtekintjük azt, hogy mi a gondolata, mi a terve, hogy gondol rád, milyenek az érzelmei, megbízhatsz-e benne, visszatér-e hozzád, mi a gondolata, a terve. Ez lehet egy közös életút is, és arra is választ adnak a kártyák, hogy hogyan viszonyulj hozzá. Mi az aktuális szerelmi energia köztetek? Itt az első kártyán látható a szív, ami természetesen utal erre a szerelemre. Ez azt jelenti, hogy te szereted őt, ő szeret téged. Amennyiben egyedül vagy, akkor ez a kártya arra utal, hogy hamarosan beköszönt a szerelem az életedbe. Tehát megismerkedsz valakivel. Itt ez a koporsó jelentheti azt, hogy mielőtt itt lesz egy közeledés, le kell zárni valamit. Egy volt kapcsolatot, vagy olyan emlékeket, ami elszomorít. Ez a koporsó jelent régi témákat, a múltat. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, hiszen még mindig szeret téged, és visszatér a múltból. A koporsó jelenthet egy idősebb szemét is. Itt ez a torony azt jelenti, amikor fogva érzed magadat, vagy ő érzi fogva magát, mint egy labirintusban, és keres egy kiútat, keres egy megoldást. Ez lehet egy bizonyos helyzet is, de az is lehet, hogy vannak még félelmek, bizonytalanságok, és ebben az esetben a koporsó segíteni tud, mert a koporsó akkor lezárja ezeket a korlátozásokat, és miután ez megtörtént, akkor megjelenik itt a szerelem, és akkor nyitott érzelmekről beszélni. Itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a te nőiességedet, de jelent egy kellemes meglepetést is, mint például egy ajándékot, vagy egy meghívást. Itt láthatóak az egerek. Ahol az egerek megjelennek, eltávolítanak valamit. Az egerek el tudják távolítani a korlátozásokat, vagy a koporsót, amikor a koporsó jelenthet egy bizonyos életszakaszt, amikor minden olyan csendes, nem mennek előre a dolgok. Az egerek el tudják őt is távolítani, vagy téged, de ez nem lesz így, hiszen megjelenik a meglepetés, az ajándék és a szerelem, ami összefűz benneteket. Akkor miért van itt ez a kép? Miért vannak itt az egerek? Mert vagy te félsz attól, hogy elveszíted őt, vagy nála vannak ezek a félelmek, ami így fogva tart benneteket ebben a toronyban.
te, a koporsó akkor segítséget tud hozni, hiszen ez a dolog akkor lezárul, átteszitek magatokat a félelmeken. És most szeretnék még valamit közölni. Amit mondani szeretnék, hogy április 28-a az egy portál nap. Ennek van gyógyító ereje, kinyílik egy égi kapu, ez jelenthet egy spirituális területet is. Mint mindig, ezeken a napokon van egy szimbólum, és az kihat a napra. És tényleg a napról van szó, mert április 28-án Ahau uralkodik, és Ahau az lefordítva a napot jelenti, ami megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Azt is jelenti, hogy megvan a kisugárzásod, vagy kettőtök között megvan ez a vonzalom. És most visszatérek a kártyákra. A kereszt az jelentheti a hitedet. Legyen meg a bizalom, hogy ez a szerelem kibontakozik, és lesz itt majd egy életút, ahol minden ragyog, kivirágzik, ahogy a képen látható. A kereszt az kihat a sors utatokra is, amikor a sors utatok kereszteződik. Jelenthet döntéseket is, hiszen majd elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, ahol elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a sarló jelent olyan dolgokat, amire nem számítasz. Minden olyan hirtelen jön, itt lesz egy meglepetés. A levél jelent egy hírt. Te kapsz tőle egy üzenetet. Persze, ez a levél jelentett bizonyos szerződéseket is. Itt a gyermekek utalnak ártatlanságra, jelentheti a kép a gyermekeket is, szimbolikusan bedajtett, szimbolikusan azt jelenti ez a kép, hogy itt lesz egy új irány, amit a kereszt is mutat. Lesz egy jó hír, egy üzenet, és egy új kezdet. Itt a kígyó jelenthet változásokat, megújulásokat. Ez olyan, mint egy újjászületés, akkor erre is utalhatnak a gyermekek. A kígyónak van gyógyító ereje. Ez lehet, hogy ez a terület, ahol dolgozol. És akkor ez a levél utalhat egy munkahelyi szerződésre. A kígyó jelenthet mellékutakat is, hogy mellékutakon közeledik hozzád, és így fog oda érkezni hozzád ez a hír. A kígyó gyakran jelent egy nőt. Az lehet valaki a családból, vagy a munkahelyen, vagy lehet a társnője, vagy ex-társnője is.
Az egerek eltávolítanak valamit, hiszen ahol megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Az egerek el tudják ezt a nőt távolítani. És miután ez a nő eltávolodott az ő életéből, akkor itt lesz egy új kezdet, megvan hozzá a remény, itt van a hír, és a hír egy vonalban van a virágcsokorral, tehát egy jó hír, vagy egy meglepetés, lehet ajándék is, és akkor lesz majd itt ez a helyzet, ez a meglepetés, mert te nem számítasz erre, de útban van hozzád ez a levél, itt lesz egy új kezdet, esetleg a virágcsokor jelenthet egy meghívást is, vagy egy ajándékot. Itt szerelemről van szó. A virágcsokor jelenti a te szépségedet, nőiességedet. Vannak ugyan még korlátozások a múltból. Lehet, hogy még szerepet játszik ez a nő a háttérben, és ez korlátozza őt, de az egerek eltávolítják ezt a kapcsolatot. Minden olyan hirtelen történik, lesz egy meglepetés, egy ajándék, egy hír, egy új kezdet. Én úgy mondanám, hogy nem csak a szerelemben, hanem ami a hivatást illeti, különösen azoknál, akik gyógyítással foglalkoznak, egy egészségügyi területen dolgoznak. Itt a kereszt jelenti a hitet, a változást, egy találkozást is, hiszen a sors utatok újra kereszteződik. És ez volt a jelenlegi szerelmi jóslás. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!